Üdvözlök, ismétel mindenkit! Most is a Lubuntu 18.10-es betát fogom bemutatni. Nagyon sok negatív komment érkezett rá, a DistroWatch-on, hogy mennyire rossz, mennyire nagy. Szerintem meg eléggé sok hiba van benne, hogy még több alkalmazással kellene benne lennie. Itt is vannak, esetleg bemutatunk a hozzászólásokat, milyen hozzászólásokat írtak rá. És akkor itt van, ki lehet választani maga Lubuntu-t. Itt is volna. És most az van szó. Azt írják benne, hogy milyen sok minden benne van. Itt 10-et kapott, de nem a verziót kell nézni. A 18.10-es. Beta, és itt van 3-as kopot, mert nagyon nagy. Itt írja, Lubuntu anymore not that snappy, simple, small, anymore and ISO off. Gigabyte should be joke. Nagyon nagy, és ezért nem jó. Hogy mennél nagyon magas. És itt van Falcon LCD clock, Abi Word, ennek sem tetszik, és egyest adott rá. Nem ér semmit se. Ez is egyest mert adni rá, hogy mennyire nagy, szerintem semmi közel se nincsen. És most az nem tetszik itten, nagyon soknak. Egyest adott ez is. Itt is vagyunk, és itt szokatlan, hogy mi is sem tetszett nekük az, hogy az egész ilyen Alice QT, és van ilyen Alice QT-ba, van ez a Coffin Center, őszintén szóval, és furcsán működik, de meg lehet szokni, itt ez a Power Manager, hát eléggé nem felhasználó barát, ezt helyett szerintem sokkal jobb lenne, hogyha beletennék a másik verziót, például az XFCE Power Manager-t, az sokkal jobb volna, felhasználó barát, akkor tovább lehet menni. Lehet állítani a monitort. Ikon téma van. Mert feltelepítettem rá. Ilyen kurzor pakkot. De nem. És itt van ennyi kurzorra lehet választani. Egy, kettőt. Itt van a fontot könnyedén lehet választani. Mekkora is legyen. Na. Legyen 15. És lehet azt milyen legyen. Ubuntu Mono. Ez nem jó. Jobban néz ki. És itt kellene váltani másik témát is. Light, és akkor már lehet majd látni. Vagy. Kicsikét szokatlan, hogy mindig fekete. És akkor itt tovább lehet menni. Itt van az Open Box Setting. Na.
Per, így jobban tetszik, jobban látható. És akkor itt lehet tanítani, hogy milyen legyenek az ikonok, mekkorák legyenek. Így már sokkal jobban kinézhetőbb. Nem annyira fekete, könnyedén kell nézni. Szerintem ennek kell az alapbeállításnak lennie. Jobban láthatóbb. Nem annyira. Az előző verzióban. És akkor van ilyen más beállítások is. Ilyen Sensation Control. Auto Start. És ki lehet kapcsolni, amit én nem akarom, hogy automatikusan indítson. És akkor itt van, amiből meséltem előbb, hogy alig lehet választani kurzort. És itt van, ennyit lehet választani. Kettőt van. Legegyszerűbb ugyan lehet csinálni, hogy rá kell kikkelni, hogy Alice QT setting, és ki lehet választani azt, hogy Moon. És akkor ki lehet azt is rá lehet klikkelni. Keresésre, hogy kurzor. És akkor itt rengeteg kurzor megjelenik, és itt lehet válogatni. Szerintem ezeket a csomagokat oké, rengeteg kurzor. Ég lesz. Rákikkelek. Itt van tehát, mit is írnak, mennyire rossz. Hát szerintem nagyon is jó. És akkor itt van, mit is írnak még. Szerintem ez az alkalmazás, ami itt van, shown videóra van az a VLC lejátszó. Szerintem kell ide egy SV player, vagy más a neve neki. SM Player. Mennyire jó az is? Alkalmazható, használható. Többet tud, mint a VLC.
és automatikusan fel fogja tenni, telepíteni. Ez a BMO-n, itt nem rendesen mutassa maga a feltöltést, ami hiba van benne. BPS mutat, elmond meg kilobit per szekundumot. Berakja az SM player-t. Addig tovább mutatom, mit is van. Mi is fog most történni. Kiválasztottam azt, hogy több ikon lehet választani. És itt van ez a kurzor. Itt van, most megjelent. Majd is már több kurzort lehet választani, mert ez a black verzió. White. Nem. Emilyen. Yellow. Blue. Black. Yellow, ez jobban teszi. Sok lehet válogatni. Hát, fel lehet rakva most az SM Player. Akkor itt van a másik alkalmazása. Szerintem nagyon is kellene. Ez a PDF Chain. Snap in star PDF chain. Ja, nincs ebben ilyen csomag. Keresem itt a Google Chrome-ba, bírom azt, hogy PDF chain. És akkor itt megjelenik maga a projekt. Jó kis alkalmazás. PDFTK. Vagy azt írom maga a terminálból, hogy sudo. És van ilyen csomag. Ráklikkelek. Javaljon fel rá. Rosszul lett beírva.
Van ez a PDF szufler. Ja, ki fogok verülni az, hogy hol lehet letölteni. Próbálni föltelepíteni. Nem nehéz, hanem ebben el kell olvasni, hogy is kell csinálni. És akkor ezt rá kell kikni, hogy extract, kicsomagolás. Milyen PDF? Köcsönni, hogy CD, és akkor a mappa, ahol le van mentve. És itt kellett válaszolni azt, hogy domblad. Egyszerűen le kell másolni. Sneaker neveire. Ide másolom. És itt van, és akkor van ilyen utasítás hozzá. Illetően el kell olvasni. Mit is írnak. Setup by. Vagy. Readme. Oda kell olvasni, és itt elírja, hogy mit is kell feltelepíteni. Elsőnek, hogy működőképes legyen. Egy kicsibe van írva. Nagyobb berakom. Látom elolvasni. Itt van! PDF dokument. PDF subfer. Version of never. Button setup PIA underistan run as super user button setup rá kell ráklikkelni install run as super user what is nav bla bla. És az van, hogy ezt nem így kell feltelepíteni, hanem setup PIA open might run-nal tartani kell.
És akkor ide be kell rakni, be kell írni, hogy hogy is. Ott maga a leírásba. Vagy másik módszerre, például CD. Setup. Sudo. Setup. PA. Install. Itt is van. Elment, hogy be kell másolni. Itt nem akarja megengedni. A sudo vérom. Rendszer gazdának kell lennie. Paste. Ezt a kettőn elsőkre telepíteni. Úgy látszik, hogy ezt nem tudom feltelepíteni. Se baj, tovább mutatom a rendszert. Hogy szerintem, de rengeteg sok minden ki lett hagyva. Nagyon szidják, hogy mennyire sok makro nagy az ISO-fája. Szerintem több alkalmazást is bele kellett volna rakni. Rakniuk. Megérte volna. Ilyen PDF-tolt is.
Például ott van ez a PDF chain. Nagyon jó. Próbál ezt feltelepíteni. Hátha fel tudom. Rákikkelek. Letöltöttem már. És itt kiválasztom, hogy mit is volt. Itt volt az a domlad. Mappában. És akkor itt van, hogy is kell ezt is feltelepíteni. El kell olvasni legelsőnek. Hát ezt egyszerűen lehet feltelepíteni rá a rendszerre. Standard. Az, hogy ez a módszer nagyon egyszerű. Így is mutatom. Hogy is kell feltelepíteni. Terminálba be kell írni. CD. Ennyi. A legfontosabb, hogy kell érteni, hogy mit is ír. Ki kell másolni. És akkor itt van, hogy ezt ide bemásolom. Nézzem, hogy nincs benne semmilyen hiba. Akkor aztán egyszerűen rákikkelek ide, sudo. Make. Írom a kódot. Nem talált a mappát, amit fel kellene telepíteni. Hát, akkor ismét csinálom, hogy stop. Na. És nem lehet. Van egy másik módszer. Auto SH. Vaj.
nincsenek, azért nem működik, mert nincsenek feltepítve ezek a csomagok. Kopizni, és akkor itt át lehet nézni, mi is jelentik. Install. Az a jó, ilyen Linuxos telepítésre, elmélete minden le van írva, hogy mit is kellene csinálni. Most meg lesz nézve. APT install. És rá kikkelek. Nincs rá sorba rakva. Noble pacvék. Hát nincs feltelepítve. Azért nem bírom feltelepíteni, mert rengeteg csomag hiányzik maga a rendszeren. Ja, sudo. Kio és GTKM. Hát semmi. Se, ez az alkalmazást sem fogom feltelepíteni, mert hiányzik maga a csomag a GIOM meg a GTKM. Eléggé hiányos maga a rendszer. És akkor van ilyen csomagkezelő, például a MOUN. És akkor lehet nézni, hogy van egy csomag, egyszerűbben lehet megtalálni. Bírom a keresőbe azt, hogy GIOM. Hát, szerintem nincs benne. És akkor itt ki lehet nézni maga. Úgy látszik, hogy maga a tudásommal nem tudom felrakni rá más alkalmazásokat, ami benne van a maga a csomag kezelőbe. Hát akkor lehet bemutatom maga a rendszert ismétlen. Mit is tud ez a remek rendszer? Szijányos, kicsit utána kell olvasnom, hogyan lehet ilyen Ubuntu-ra alkalmazásokat feltelepíteni. És akkor itt van ez a beállítás. Lényeges, hanem maga a rendszer. Jó, sikerült. Egyszerűen lehet használni, minden van, ami kell, és akkor itt van ez a beállításoknál, mi is van. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmeteket, erről szólt a videó, remélem, hogy önök értették, és tetszett, hogy mi is van szó. Arról van szó, hogy nagyon sok szerint
Nagyon rossz ez az asztali környezet, mert egyszerűen nem olyan, mint amilyenek szoktak lenni. Szerintem ezt, hát igenis meg lehet szokni, lehet majd alkalmazni több mindenre is. Köszönöm a figyelmeteket, ismétlen szevasztok!